Hivatalosan is bemutatta a sajtónak két új szerzeményét a marosvásárhelyi Ászjá. Adián Mutó és Gyorgyay Cukudján először jelent meg Ászjá mezben az újságírók előtt. Nagy érdeklődés övezte a marosvásárhelyi Ászjá két új igazolását, akiket néhány hete szerződtetett a klub. A labdarúgók Törökországban edzőtáboroztak, és a sajtónak csak most mutatták be hivatalosan. Adrián Mutu nagy név a labdarúgásban, és tervei szerint Marosvásárhelyen is bizonyítana. Örvendek, hogy az Ászjához kerültem, jó edzőtáborban volt részünk, ahol több jó mérkőzést is játszottunk. Ez olyan időszak volt, ahol nem tudtuk megmutatni, mit tudunk, mert sok edzés is volt, de a legfontosabb, hogy a bajnokságban bizonyítsunk. Rajta kívül egy fiatal tehetséges támadót is szerződtettek. Gyorgyay Cukudján megfordult már Aradon, a Dinamo és a Steaua keretében is, de két külföldi klubban, a Standard és a Charlton csapatában is játszott már. A tervek szerint pénteken mindketten lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Bőrszíne miatt kifütyülték és megalázták a nagybányai női kézilabda csapat francia játékosát, Alison Pinot Zilahon. A helyi szurkolók rasszista megnyilvánulásainak célpontja elsősorban a vendégek francia légiósa volt, viszont a mérkőzés hajrájában a brazil Alexandra do Nascimento is áldozat lett. Alison Pinot sokkolták a történtek, az irányító folyamatosan sírt a találkozó után. Amikor meccs közben jelezte a történteket az ellenőrnek, azt a választ kapta, hogy vigyázom, mert kiállítják. Sem a mérkőzést vezető játékvezetői páros, sem pedig az ellenőr nem hozott semmiféle döntést a történtekkel kapcsolatosan. A nagybányai klub vezetősége a Román Kézilabda Szövetségtől kért magyarázatot. Pótolják a január végéről elhalasztott Csíkszeredai Sportklub, Gyergyószentmiklósi Progim román jégkorong bajnoki mérkőzést. A csíkiak több alapember nélkül lépnek jégre. Tartalékosan tud kiállni a Gyergyószentmiklósi Progim ellen a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapata. Az együttes hazai játékosainak nagy részét behívták a válogatottba, amely Japánban vesz részt olimpiai selejtezőn. Ezen kívül Anton Berlev játékos, valamint Artur Oktyabrov edző vízum hosszabbítás miatt nincs az országban. Az edzői feladatokat így Geréb István másodedző látja el. 9 játékosunk a felnőtt válogatottban felkészülése, tehát ilyen olimpiai selejtezőn vesz részt. Próbáljuk fotolni, tehát fotoltuk a ifjúsági csapatból, így hoztunk fel 4 játékost, és 2 játékos az öregfiúktól segítve a csapatnak. Hozzátette, ennek ellenére a cél egyértelműen a győzelem, hisz minden pontra szüksége van az együttesnek. Ugyanígy szüksége van a pontokra a Gyergyószentmiklósi Progimnak is, amely azért küzd, hogy bekerüljön a rájátszásba.